most a YouTube csatornámon a Kylie Official próbáltam így csinálni ezt a kis újságot, meg hát a média bemutatott filmekről, szóval annak ellenére, hogy már egy ideje inkább csak ilyen sima beauty-s tartalmakat hozok, de attól még nagyon közel állnak hozzám a filmek, mert idén is próbálkoztam filmezésre, csak hát nagyon nem könnyű itt így a országunkban szerintem, és akkor de szerintem idén voltak színvonalas filmek, ugyanúgy szerintem egyre inkább a koncertek is, jó, azt szerintem régen is, de most is így egyre színvonalasodik, szóval ennek nagyon örültem már néha itt találni ilyeneket, mert hogy tudjátok, a legtöbb zene az mind ilyen bulizásra, meg stb., de az én albumon is például, mint a karácsonyi, ez már több éve volt album, ott például énekeltem, ilyen nagyon jók, és meg az utolsó az altató, amely egyébként nehezen értelmezhető, de szerintem nem lett jó, mert nagyon ritkán egy évben egyszer volt az, hogy én tudtam így zenét írni, vagy bármilyen. Ez volt az altató, meg a Magic Unicorns album, de akkor azért többet is tudtam. Volt a Vándor az én szívem. Egyébként meg bármikor lehet tőlem bármilyen dalt kérni, egyébként magyar dalokat is szívesen éneklem, hogyha úgy van. Na és akkor egyébként, hogy idén meg igazából régi filmekből is megnéztem a tévében ezt a régi filmsorozatot, ami kezdődött egyébként télen. És volt jó, mert nekem egyébként szerintem nem így álltam a régi filmekhez, úgy értve, hogy ilyen unalmasnak gondoltam, de sokkal jobban, mint egy pár új egyébként, és az újból, már mint a nagyon újból, és így nagy ritken mostanában. Mondjuk a Fattyú című film, abban már szerintem megint voltak ilyen dark dolgok, szóval a vége, hogy nagyon sok ilyen, meg a közep is, hogy ilyen haláleset volt benne, meg ilyen azért nagyon most, ha kinyitnám a Netflixet, vagy bármit, vagy azt a YouTube, vagy szerintem napi szinten rengeteg iszonyú sok új filmet csinálnak, és ebből nekem, mivel ez nagyon sok olyan van, ami kiüti a komfort. Szóval nekem a Phoenix-ék nézik még ezt a török sorot, és egyébként még abban is van rengeteg ilyen topik, hogy mennyire nehéz témák, mint a család, meg mindenféle bulik, meg nem tudom, szóval ezeket szerintem olyanok nézik, mert akik így, én nem tudnám ezeket úgy nagyon értelmezni, vagy értelmezni tudom, csak így lelkileg megviselőbb ezeket így megnézni. Aztán az én filmeimről, hát azok meg inkább ilyen mostabb a komédia felé fordultam, így Little Pet Shopba, szóval vicces, igen, vicceseket alkottam. Azóta meg volt, amikor nagyon komolyan vettem a filmezés, filmfogás, és akkor hagytam abba a lábroznát, tudjátok, hogy nem akartam már filmeket, csak másfajtát, és akkor rájöttem, hogy igazából mostanában talán itt tavaly, amikor volt ez a Félis csatorna, ugye a Tündéres, hogy akkor éreztem, hogy csinálhat még így lazán is egy-két filmet, és akkor tényleg lett úgy, hogy nem olyan, mint régen, nagyon megfestettem, meg stb., hanem igen, hanem csak így jött az iklet, és akkor mi volt, azt megsártam, és humorosított, aztán nem volt ez, hogy félsz, hogy jó lett-e a filmem, vagy sem. És akkor, hát kivéve, amikor média feladat volt, meg stb., azt meg tudjuk, hogy igazából azt meg úgy mondják, hogy milyen, szóval igen. Hát nagyjából ennyit a filmezésről nekem, egy szóval, hogy egyébként, ja, meg rengeteg filmet ilyen nagy kérdőjellel fejeznek be, mint a Miller's Girl is igazából ez volt, hogy igazából mi lehetett ennek a vége, az meg majd nem tudjuk, hogy lesz-e kettes, mint a Barbie egyébként, és abból is lesz kettes, azt nem tudom, mondtam, el akartam mondani, hogy már bejelentették, és nagyon, hát várom egy kicsikét, hogy milyen lesz, mert abban is egy nagy kérdőjel azért, hogy mit csinál Barbie, mert tudjátok, hogy volt ez a nagy összehasonlítás, a férfi-női dolgok, és akkor Barbie meg átment a rendes világba, és akkor hogy fog ott helytállni, szóval ilyen filmeket tudtam most így.